Miket csináltok órákon? Össze tudnád foglalni részletesen? Foglalkoztunk képszerkesztéssel, videóvágással, infografikával, médiajoggal, és néhány hónap után pedig elkezdtük a gyakorló portálunkat is használni, innentől kezdve lett sokkal gyakorlatorientáltabb a képzés. Most már szerencsére, hogy kicsit jobb a Covid helyzet, több stúdió gyakorlatunk is van, tévés és rádiós, rengeteget beszélgetünk, rengeteg hírt írunk, vagy bármilyen szöveget, rengeteget olvasunk. Több típusú óránk van, az első és számomra a legizgalmasabb az a hírírás, hírszerkesztés, illetve a hírolvasás. A másik óránk, ami nagyon-nagyon izgalmas, az a kereskedelmi rádiózás, és aztán van egy olyan, ami egy kicsit nyugodtabb, kicsit más típusú rádiózás, az pedig olyasmi, mint amit a Kossuth Rádióban hallottok. Tényleg mindent az alapoktól kezdtünk el megtanulni, tehát először a hírműfajokat tanultuk, a hírújságírást, akkor riportot, tudósítást, interjút készíteni, aztán a különböző publicisztikai műfajokkal folytattuk, mellette hírügynökségi újságírást is tanultunk, illetve pár hónap elteltével pedig elkezdtünk kreatív írást is tanulni. Vannak a híradós alapismeretek, ott mindenféle alapfogalmakkal megismerkedtünk, a hírrel, a demóval, demószinkronnal, anyaggal, hogy áll össze egy anyag, aztán megtanuljuk az interjúkészítést, a riportkészítés alapjait, tanulunk beszédtechnikát, hogy szépen és jól érthetően beszéljünk, súgógépről olvasást, rögtönzést, kapunk egy témát, és arról azonnal, gondolkodás nélkül beszélni kell pár percet, tehát egy teljes, komplex, átfogó képzést kapunk mindegyik tantárgyból.